Új év, régi mi? Oh, yeah. Boldog új éves, srácok. Boldog új évet. Boldogat, boldogat. Én már, bár mondjuk én kiírtam, hogy új év, új én. Ó, ez too late. Akkor ez már sajnos, ez már lehetszódott. Mi lesz az új én? Idei fogadalmak. Csúha. Jó, eljárok kardiózni. Nice. Nem mondtam, hogy hányszor, de eljárok. az egy is több, mint a nulla. Ja, el fogok járni egyszer-kétszer, szerintem kardiózni, ez lesz az új év. Amúgy. Jövő térre kicsit rendbe akarom hozni magam, mert megyek egy nagyobb kirándulásra. Valószínűleg. Mit jelent az, hogy nagyobb kirándulás? Az, hogy nem leszek itthon. Ez úgy hangzik, mint amikor a... Megyek a Rodi ABC. Egy nagyobb kirándulásra megyek. Apa nagyobb kirándulásra. Igen. Soha többé nem jön vissza. Úgy hangzik ez a nagyobb kirándulás, mint amikor a Frodo a Gyűrűk Ura végén így benyögi, hogy ja, amúgy én így zsaltam. Így szavaztok, srácok, én így léptem. Igen. Úgy fogunk sírni, bazd, meg én leszek a Samu. Így állni fogok, mint egy balfasz, így a hajó kikötőbe, amikor így elsétál a mezitlábas. Api. Hát nem akarok élni a Legolász is tőlem, amikor besétálok a Ronnyi ABC-be. Én a Samu akarok lenni az ilyen balfasz tekintettel, nézni az Api. Master Api, bazd meg! Api, ugye majd dírsz, és így... Konkrétan nem. A Ronnyi ABC előtt áll. Bazd meg, bemegyek egy monsterért. Mekkora lenne, bemennék a Ronnyi ABC, és így eltűnnék, tudod, hogy akkora Ronnyi ABC lenne, hogy így... Eltűntem a picsába. Ennyi. Na mindegy, igen, ez lesz az új évben, meg lehet, hogy egy kicsit át kéne alakítani így az életünkön, nem tudom. Igen, igen, én is erősen gondolkozok rajta. Most én azt érzem, hogy 27 leszek évelején, és úgy érzem, hogy most vannak ilyen paradigmaváltások így időről időre, amikor tudod így muszáj vagy egyszerűen valamin így változtatni, és most szerintem már közeledünk egy olyan ponthoz, amikor így muszáj leszek változtatni valamin, mert hogy így nem élhetek úgy, mint ahogy 22 évesen éltem, ami nem volt rossz, fasza volt. Én adom azt is, amit ahogy most élek, csak hogy néha így kell egy ilyen pofán baszás saját magunknak, szerintem, hogy így máshogy kéne. És neked mi lesz az, mert most nagyon-nagyon ilyen... Igen. Milyen irányba gondolod ezt, mert most ilyen nagyon ködösen fogalmaztál, hogy változás kéne, de hogy így ez körülbelül olyan, mintha megkérdeztem volna tőled, hogy így mi a kedvenc állatod, és így nagyon szeretem az állatokat. Körülbelül ennyit válaszoltál. Jó, ezek, amikor az apja azt mondta, hogy elmegy egy nagy utazásra, akkor senki nem kötözködött. De ő elmondta, hogy kardiózni fog, érted? Mert nagy utazásra kell menni. És mondjuk, hogyha azt mondod... Azt mondod, hogy veszel egy péniszpumpát azért, mert hogy amúgy így nagy dolgokra vagy ebbe az évbe hivatott, akkor nem kérdezem meg, hogy mi az a dolog, csak hogy így elraktál, hogy oké, akkor veszel egy péniszpumpát, ez az idei nagy... Amúgy arra kitérhetnék majd, hogy a péniszpumpa, ez mi a faszomra jó, én ezt nem tudom egyébként őszintén. Szóval de még előtte elmondom, hogy amúgy, hát például szerintem így, szeretnék pénzügyileg tudatosabb lenni például. Uh-huh. Szerintem nem vagyok elég tudatos. Ha most befizet 150 ezer forintot, adok neked pénzügyi órákat. Szóval, Matyá, igen. Ez így kezdődik a pénzügyi tudatosság. Amúgy itt egy Pisti mondta, hogy már, tehát 27 lesz, én is már 28-at fogom idén tölteni. Ja. És ilyen amúgy én gondolkoztam elég könyvet, hogy most így 30 év az ilyen két évre, vagy két és fél évre vagyunk most a 30-tól. Uh-huh. Szerintem így ebbe a két és fél évben el kéne kezdenünk lezárni dolgokat így a 20-as éveinkből, hogy így a 30-asra ne maradjon bennünk. Igen. Ez egy nagyon jó, igen, én is ezzel struggle-olok egyfolytában, de hogy nagyon nehéz eldöntenem, hogy mi az, amit le kell zárni. Uh-huh. Én ezt a 27-et most nagyon még meg akarom nyomni. Tehát, hogy nekem például ez az új évi fogadalmam, hogy most még ilyen all in. Mint a Kurt Cobain meg a Jimi Hendrix. Jó, nem annyira akarom megnyomni, aztán ha úgy sikerül. De hogy figyelj, hogy vagy akkor, vagy inkább... De nem, most ez tényleg ezt a 27-et, azt én is így meg akarom, még akarok egy jó bulizós évet, egy jó ilyen pörgős évet, mert tudom azt, hogy egyre nehezebben fogom bírni. Férfiak 50 évesen ugyanezt mondja. Amúgy ez valószínűleg így van. De még nálad ez mit jelent, Krisz, hogy még akkor... Még lehet még piázgatni, meg ilyenek. Hát a piázgatás az szerintem az megmarad, csak nyilván már alapból is azt veszem észre magunkon, hogy évek óta így azért ritkábban piálunk már aki, de hogy tényleg kevesebb szer vannak. Nem ez a minden hétvégén piálni járunk dolog, ami amúgy nagyjából amúgy egy jó irány, de most még egy évig, még ezt az évet szeretném megküldeni minden szempontból, tehát így
ilyen vállalkozás, meg ilyen irányban is nagyon szeretném megküldeni ezt az évet, aztán... Igen, igen. És utána? Hát aztán utána majd nézzük, hogy mit hoz a most egyszer egy évet. Tehát most hogy... 2023 kezdődött el, még 2024-re nincs terve. Nem ilyen öt éves tervvel dolgozom, mint éves a terv. Rákosi rendszerből. Ugye én gondolkoztam, tehát, hogy azért tehát 30 éves korom, ha 2025-ben leszek 30. Tehát, hogy addig amúgy vannak olyan dolgok, tudod, amiket így meg kell csinálnia mondjuk az embernek, és akkor vagy ezt így lezárni magadban, vagy abba hagyni dolgokat, vagy elkezdeni új dolgokat, és hogy így itt ilyenekre gondoltam főleg amúgy ebben a két és fél évben, amiket még lehetne csinálni. Mi a konkrét? Engem ez nagyon érdekel, mert hogy például én először életemben kezdtem el tanulni gördeszkázni kb. Másfél évvel ezelőtt. És akkor nem hiszem, hogy van egy kínai haverom, aki írta nekem, hogy bro, you are too old for that, azt amúgy nyilván tehát írta, de hogy amúgy így mondta volna, és bro, no. Come on, bro, you're too old for that. És, okay. Too old. You are too old. És hogy én akkor ezt tökre nem éreztem amúgy jogosnak. Aha. Ha most mondaná ezt nekem valaki, akkor már valószínűleg jogosnak érezném, hogy így... Hát, mihez vagy too old? Hogy elkezdjek extrém sporttól, egy extrém sportot megtanulni, vagy elkezdjek mondjuk BMX-ezni. Szerintem... Hát én biztosan hülyén néznék rá, tehát ennyi idősen BMX-ezgetni. Hülyén néznél ki az elején, de amúgy, hogy öreg lennél, én most tök őszintén én azt gondolom, hogy extrém sportolni nem vagy öreg addig, ameddig nincsen csontritkulásod, bazd meg. Tehát, akkor se vagy elég öreg, csak akkor aztán tényleg, akkor tízszer olyan extrém. Tehát amíg az egészségedet nem veszélyezteted, addig nem lehetsz elég öreg hozzá. Addig az nem is extrém sport. Hát meg hát lehetsz elég öreg hozzá, de ez megint ilyen genetika dolog, de hogy most lehet, hogy valaki már 40 évesen érted, vagy 30 évesen bágós, meg ilyenek. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Van valami olyan tipikus dolog, ami van a bakancs listátokon, és azt idén meg akarjátok-e csinálni? Ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogyha visszanyerem egy kicsit az utazás iránti vágyamat, amit én nagyjából amúgy elvesztettem ebben az évben. Nem, most... Olyan jó itthon? Nem. Csak úgy tudod, az ember... Lemegy a Balatonra végre. Hogyha mondjuk lesz egy olyan gondolatom, hogy el kéne menni, így tényleg az Isten háta mögé, mondjuk Japánba, érted? Akkor mondjuk azt lehet, hogy azt még most kéne. Tehát, hogy lehet, hogy most van a tökéletes alkalom. Hát a tökéletes alkalom az kb. Most van, mert nincs család még, meg nincs ami ide... Úgy... Tehát most például én, amit tervezek évvégén csinálni, két hétre ki akarok menni Mexikóba. Uh-huh. Tehát, hogyha már lenne egy családom meg gyerekem, valószínűleg nem mehetnék ki két hétre Mexikóba. Vagy nem jöhetnél haza. De nem, tehát, hogy csak úgy akkor két hétre így nem tudod fölkapni magadat, és így eltűnni mondjuk. Nem? Ja. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket még így a család előtt kell meglépni. Igen. Vagy viszed az egész családot magaddal. Tehát, hogy igen. Igen, én is inkább ilyenekre gondolok, hogy nem is az, hogy mondjuk így az egészséged mit enged meg, hanem hogy mi az, amit, hogyha megcsinálsz 30 felett, akkor az vannak emberek, akik úgy néznek, hogy ezt nem 10 éve kellett volna, tudod, így inkább erre gondolok. Aztán amúgy fuck mindenki. Tehát, hogy napvégén persze. Mindenki baszódjon meg, aki így gondolkozik, de ilyen nagy utazgatások, vagy külföldön élés egyébként szerintem a másik, amit jó lenne. Ugye, Krisz apropó. Igen, hát erre akartam a sztorit rávezetni. Na, meg aláadottam a lovat, de akkor sikeresen aláadottam. Nem erre akartam rávezetni, de amúgy rá akartam kérdezni, hogy abba belegondoltok, srácok, hogy 6 epizód, és én eltűnök a faszba. Yes. rossz lesz, bizony. Ja, nem lesz jó, nem lesz, sírni fogunk majd. De semmi baj, csak 16 epizódnyit leszek kint, és jövök is vissza. Wow, 16 epizódnyit. Hát, ha minden héten jön ki, akkor ja. Húzok a strigulákat. Kicsit nehéz lesz megoldani. Hát, megoldjuk. De megoldjuk. Megoldjuk. Itt leszek, nektek ugyanennyire leszek itt valószínűleg. Nekik nem. Majd rajzolva oda rakunk amúgy magunknak. Tudod, hogy így igen, emlékszem. Tudjuk valaki felé tudjunk beszélni, tudod, és így vagy csak behoztok valakit, behoztok egy random formát, aki itt ül csak így néz hajléktalant az utcáról így behozunk, aki ott ül. Amúgy annám, hogyha lenne egy olyan epizód, még az első epizódban én nem vagyok benne, hanem elhoztok egy random embert, és akkor ő Krisz, és hogy így amúgy lehet, fel se tűnik néhány néző.
Nem tudom, hogy mit csinálni. Pistit megkétszerezzük. Ja. Azért, így elforgatjuk a kamerával. Kúra jön. Rárakunk egy tükrözést rá, és így az lesz Krisz, amikor így... Igen. De az meg elment, a Pisti pedig olyan jó volt. Vagy csak így néha, amikor mondjuk te vagy, akkor tehát így megírjuk, vagy így mondjuk összenézünk így előre, hogy így te mikor beszélsz, és akkor így Krisztelről mit gondolsz? És így nézünk arra, nincs ott senki, és így néha így beleröhögünk, hogy igen, és így utómunkába meg felvesszük valahogy, hogy én vagy mondom dolgokat. Ja. Tehát igen, el tudom képzelni, milyen dolgokat mondanál. Én csak így küldenétek nekem, hogy így fiú Kriszt, tudnál egy olyan videófelvételt küldeni, ahol így mondod, hogy így igen, a seggembe szeretném. Na. Esküszöm, YouTube shorthoz kell. Srácok, azt mondom, hogy pörögjön egy intro, de előtte iratkozzatok fel ránk YouTube-on, iratkozzatok fel Spotify-on, ott 5 csillag, a másikon megcsengő. Csingling. Lehet követni minket Patreonon, fent vannak extra epizódok, amit kifejezetten oda készítettünk. Köszönjük mindenkinek, aki patronált minket, itt lehet látni a nevüket, yeah. És a végén fel is olvassuk a nevüket, csak azért, hogy igazán érezzék azt a fajta special treatmentet, amit mi érzünk, ahogy így kenegetjük a patron pénzeket így a melkasunkon. Maximum respect. Na hát, én Krisz vagyok. Én Pisti. Én pedig Api. Értéki, tudod nagyon jó, itt is mi meg ilyen a pont, és jó. Na hát, nagy buliba voltunk. Nagy szilveszteri buliba voltunk. Az a nagy emlékem, hogy körülbelül hajnali 3 körül így Apival, meg Pisti, te is ott voltál, vagy te már akkor denszeltél, nem tudom, de hogy arra emlékszem, hogy azon röhögtünk, hogy ugye vannak ezek a nagy tárgyalások, hogy ilyen családügyi perek, ahol azért tárgyalnak, hogy így hétvégent a gyereket megkapják, apukák, és hogy így amúgy olyan tárgyalásokat lehetett csinálni, hogy mondjuk így azt próbáld elintézni, hogy te fizetsz többet, kétszer annyi gyerektartás fizetsz, csak ne kelljen látnod hétvégentesre a gyereket. Vagy így mi van, hogy neked ítéli a bíróság a gyereket. No, senyor. Elmész a tárgyalásra, és így felfogadsz egy ügyvédet, hogy segítsen bebizonyítani, hogy te vagy az inkompetensebb szülő. Jó, nem lesz, hogy úristen, töltöttél velem többet, mint fél óra. Mi történt egy tárgyaláson így? Krisztián, kérem, álljon fel, és mutassa meg a zsonglőr képességét le. Krisztián, te csináljunk úgy, mintha az a görög dinnye egy gyermek lenne. Szerintem, tudjátok, mi lenne olyan, mint vannak ezek a WikiHouse képek, ez a hogyan ne etesd a gyereket, tudod, ezek a hogyan ne told a babakocsiba, hogyan ne fogd a kezedbe, tudod, ilyen ezek, és így tudod, minden piros X-es dolgot így megcsinálni a tárgyalásod. Igen, így ízik, kérem, akkor szoptassa meg a csecsemőt. Okay. Itt. Na, mondjuk akkor még szórakoztatóbb lenne, hogyha ez így oda-vissza működik, tehát hogy ez anyuka se akarja hétvégent, és tudod így jó, és elég szomorú. És mit tudom, igen, nyilván a gyerek szempontjából nem annyira vicces, de hogy én személy szerint most ezen a képen nagyon jót szórakozok, mint sitcom valóság, hogy így mondjuk az anyuka, és tényleg így azon versengenek a bíróra, hogy ki az inkompetensebb. Igen. És akkor mind a kettőtől elveszik a gyereket, és így win. Még nem volt olyan, hogy egy win-win szituáció egy tárgyaláson. Nem, igen, ez amúgy őszinte leszek, ez szilveszterkor, így a 10. gin tonic után, ez egy kicsit viccesebb. Igen, vicces volt ez a szilveszter. Amúgy esélyes, hogy én ennél nem voltam ott ennél a beszélgetésnél, mert igen, mondtad, hogy 3 óra körül, és nekem a 3 óra volt így az arany
időszaknak a kezdete szilveszterkor, mert hogy akkor volt az, hogy már kidőlt elég ember ahhoz, hogy én átvegyem az irányítást a DJ pult felett. Tehát onnantól kezdve én élvezhettem a saját zenémet, és azokra tudtam táncolni, nem kellett Matyi és a hegedűsre buliznom, mondjuk mint 1-től 3 óráig, mondjuk voltak ilyen szakaszai a bulinak. Igen, a Matyi és a hegedűs az egy elég erős szakasz. Volt többször is? No. Nem emlékszem. Egyszer vagy kétszer. Én arra emlékszem, hogy a koppányvezér az vagy 4-szer lejátszódott így. Koppányvezér, zene, koppányvezér. Igen. Zene, koppányvezér, és így. Igen. Magyarok, férfiak és asszonyok. És így emlékszem, azon nevettem, hogy milyen vicces, hogy úgy mondjuk, hogy férfiak és az asszonyok. És nem azt mondjuk, hogy nők, hanem asszonyok, hanem hogy tulajdonképpen a férfiak tulajdonát így soroljuk fel, hogy vannak a férfiak, meg a tulajdonaik az asszonyok. Hát amúgy... Kőkemény. Tehát a férfiak vonatkozásában neveztük meg a nőket igazából a koppányvezér dalában. Igen. És hasonló modern és nyitott nyugati felfogásra vallott a köztársasági elnök asszony beszédje is. Oh yeah! Szponzorált tartalom volt. Megköszönték benne a Suzuki gyárnak, és a déli határvédőknek még egy reklám is ment. Kérlek, így tényleg amúgy gyönyörű volt, így ilyen ott voltunk Vidrócki híres nyája, vagy hogy hívják ezt a népdalt, és akkor tudod, hogy így lehet, vannak mindenfajta ilyen tájleírás benne, és akkor tudod, ez is olyan volt, mint valami népi leírás, és akkor nyomta, hogy Buda gyönyörű hegyei, hogy köszönjük Buda gyönyörű hegyeit, köszönjük a Dunántúl nem tudom micsodáját, az Alföld síkságait, a Suzuki gyárat, a déli határvidéket. Igen. Kemény voltam, hogy az nagyot ütött éjfélkor, amikor rákapcsoltunk a tévébe a köztársasági állat. Katit meg kell nézni, azért van. Igen. Szúrható-e vagy nem, ezért néztük meg igazából. Tehát, hogy így legyünk tisztában. A Suzuki gyárnak külön meg lett köszönve az év, meg a határvédőknek, bazdmeg. A Suzuki gyárnál ott elvesztették a társaságot nálunk, tehát hogy emlékszem, hogy már alapból már nem volt nagyon erős a tartás a társaságon, tehát emlékszem, hogy így bementem, itt így... Kötözködni mentünk arra a beszélgetésre. Igen, emlékszem, hogy így Dávid haverom, álltott Dávid haverom, és közét, hogy mentem, így átoleltem így a vállát, és néztem, hogy így, igen, tesóm, itt vagyunk, ezért, tudod, új év, mekkora, micsoda pillanat, és így elkezdődött a beszéd, így egyre hangosabb volt így a tudod, így a hát a faszomat, azt tudod, így a hőbörgés. Mondd a pofát, Kati! Jó, és így nézd már meg, igen, és akkor így ilyen hatalmas hangzavar, mikor elhangzott az, hogy Suzuki gyár, akkor így hirtelen egy kis csend, és utána így még 10-szer akkor a hangzavar. Mert egy pillanatig senki nem hitte, hogy így miért van a Suzuki gyár kiemelve. Olyan volt az újévi beszéd, mint egy lázálom, bazd meg, hogy ilyen azt álmodtam, hogy ilyen palócos kiejtéssel beszél Novák Katalin a Suzuki gyárról, bazd. Igen. Ja, az megtörtént. És visszanéztem ma a felvételt, és le vannak tiltva a kommentek. Oh! Nice. Lehet, hogy ne csinálunk egy olyat, hogy letöltjük a felvételt, és mi visszatöltjük a YouTube-ra, és bekapcsoljuk a kommenteket. Az a baj, igen, a vidára fel lehet tölteni, ugye bár, de hogy a YouTube leszedi, mert ugye leadták az MTV-n. MTV-n, bazd, mert Music Television. Egy olyat csinálunk kéne, hogy reaction videót csinálni rá mondjuk, és akkor nem lehet leszedni. Tehát, hogy a reaction videóznánk amúgy, és így valakinek így benn van a feje, és így, Baszak, ez jó. És akkor az új contentnek számít. Csináljunk egy reaction videót? És így kapcsoljuk a kommentek. Írjátok meg kommentbe, hogy néznétek egy Novák Katalin reaction videót. Ez tök jó, meg ez tényleg ez platformot adna egyébként arra, hogy mit is gondoltak az emberek amúgy, érted? Nekem nagyon tetszett a Suzuki gyár, jó? Meg a dinnyeszedők, meg a határvédők. Dinnyeszedők volt, még valami helységet megneveztek, ahol van valami... Ezt megkeresem, vicces volt, és tényleg az volt, hogy egy elmondta, kimondta a Suzuki gyárat, és egy pillanatra csönd lett a szobában. Szerintetek, hogy elég pénzünk lenne, meg tudnánk venni azt, hogy egyik január 1-én bemondják azt, hogy így, és a GRDG-sítól. Köszönjük a nemzeti sítolkos fiúknak. Csak nem mondták el az elején, hogy ez szponzorált tartalmat is... Oda megy a Novák Katihoz a GVH, és azt mondja neki, hogy így nem volt megjelenítve, hogy ez egy promóció. De figyelj, aki eddig nem tudta, hogy van Suzuki gyár Magyarországon, most már biztosra tetsz benne, igen.
Én nem tudom. Annyi szép más dolog van Magyarországon. A Mercedes gyár. A Mercedes, az Audi gyár. A Samsung gyár. Samsung gyár sokkal aktuálisabb szerintem. Uff, hogy, engedjétek el a Samsung gyár. Egy kis kiállás, az olyan rossz reputációja volt mostanában a Samsung gyárnak, érted? Egy ilyen ülévi köszöntős kis megemlítés, kis beteggelés. Az lehet, hát is segített volna ez a reputációt. Rendesen a végén ilyen shout-out lett volna, hogy jó, ez volt a beszédem, na, szóval shout-out Samsung gyár, jó? Amikor 3 éve volt a James Charles-nak, ugye, aki ilyen smink videókat gyárt YouTube-on, az megvan, akkor James Charles-nak volt egy beefje így a többi emberrel, és akkor így mindenki, James Charles, borzalmas ember, borzalmas, kiderült, hogy nem az, hazugság volt. Én nem tudom, ki ez amúgy. Akiről azt állítottak, hogy dugott a Kanye-val, nem? Ezt nem tudom, de nem arról volt szó, hanem arról, hogy valahogy valakinek a háta mögött izéket, smink cuccokat árul. Ez ugyan miatt volt a nagy beef. Ez az egész üzleti modell, nem? Fú, ez nagyon durva. Na mindegy, és akkor a PewDiePie shoutoutolta amúgy többször is, megcsinált vele közös videókat, amikor ez volt. Tehát, hogy lehet, hogy a Samsung... Igen, és valami tök nagy forma. Amúgy a forma, amúgy egy Minecraftoztak, meg ilyeneket csináltak amúgy. De ez volt, azok mit nevezve? Hogy most tisztára magad Minecraft-hoz PewDiePie-jel így? Ott, amikor majd a gyereked mondja, hogy amúgy, ja nem, az a bácsi, az nagyon rendes. És jó, mert a Samsung gyárnak a vezetője, azt ott Minecraft-hozna a PewDiePie. Higgyétek el, hogy Orbán Viktor leülne Minecraft-ozni, nagyon sok fiatalt megvenne. You know, I'm basically a street fighter, és így PewDiePie-nak így magyaráznám, azok ugyanazt, amit a Chuck Norris-nak. You know, I'm basically a street fighter. I come from not the political elite. Ah, valami ilyesmik voltak. Megy a PewDiePie, és akkor így megfordul, és Orbán épített fából egy templomot, és így, yes, I built a church. És így PewDiePie néz, hogy Damn. Úgyhogy igen, lehet, hogy segítene amúgy a Samsung gyárnak. Suzuki gyárnak, meg lehet, hogy ez segített, hogy a Novák Kati amúgy így bemondta éjfélkor, hogy külön megköszönte nekik, hogy... Mi lehetett az indítatás? Orbán Viktor Minecraft az nem már az első este építené kurva egy kerítést a creeperek ellen, a zombik ellen, és mondja, hogy látod? Látod, ez kellett. És mint utol kiderülni, nem is nagy hülyeség. Nem jönnek be a creeper. Mi lehetett az indítatás, az Suzuki gyár shoutout mögött? Szerintem rengeteg pénz. Valószínűleg rengeteg pénz. Hogy ezzel most a Suzuki gyár az... Nyert valamit? Nem tudom, de hogyha tényleg semmilyen ilyen deal nem volt mögötte, tudjátok, ilyen szponzorációs deal, akkor így azok mi alapján választották ki pont a Suzuki gyárat az országban? A Suzuki csávú itt volt. Hol? Magyarországon, a Suzuki-nak az tulajdonosa itt volt Magyarországon, még fotózkodott is vele az Orbán. Csillan? Hogy Mr. Suzuki, és még röhögtem is, hogy ha-ha, Mr. Suzuki, bazd, és tényleg az. Ja, mert családi vállalkozás még gondolom. Suzuki Tanaka. Vásd, még ezen nevetünk, mi lenne, ha japánul beszélnénk a kutyánkkal. Ja, igen, mert ott voltak a kutyák, és akkor amikor ilyen anime vezényszavakat mondasz a kutyáknak, akkor úgy, mintha jobban figyelnének. Ja, igen, tehát, igen, csak ezen üvöltünk. Hát igen, mert így ott volt a kutya, érted, és így ott mászkált, ott kajászunk, emlékszem, ilyen hajnali 3 körül volt az is, és így hát nagyon kész voltunk már, ott ettük a fasírtokat. Fasírt, kutyák ott szaladgáltak, és csak így néznek a kutyára, és így arigató gozaimasz. Kutya meg csak így néz, hogy mi a fasz van? Fasírt? Na, de hát az aktualitásokról szól most, úgy látszik ez a rész. Oh yeah. Ahogy igen. Látom. És igazából már félig bele is mentünk a GRDG News sectionbe, úgyhogy GRDG News. Egyik kedves hallgatónk küldött egy nagyon jó hírt nekünk, hogy ezt mindenképp dolgozzuk fel. Let's olvasom. 444.hu cikk. Egy férfi a győri bíróság előtt örjöngve az arra járóknak mutogatta a heres érvét. Kis te voltál? Nincs eres érvem. Szóval egy férfi a győri bíróság előtt, eddig oké, de az, hogy őrjöngve mutogatta a heres érvét az arra járóknak. Mi van a cikkben, mi az indítatás amúgy a heres érvét? Az volt a lényeg, hogy nem parkolhatott a bíróság előtt az úriember. Mert hogy ő nem... Nem mozgáskorlátozott, azért mert heres érve van? Ezt nem mondták, hogy mozgáskorlátozott, de rendőrautóknak fenntartott parkolóhely mellett akarta lerakni a bicikliét.
És mondták, hogy oda nem lehet, ezért kizavarták, és így az ügyészségről, vagy az ügyészség előtt akart parkolni, és így miután nem jutott be, az ügyészség szerint obszén jelzőket kiabálva hangoskodott még egy rövid ideig, majd átment egy közeli zebrához, ahol letolta a nadrágját és az alsógatyáját is, hogy megmutassa az arra járóknak neki a bíróság miatt mekkora heres érve van. Figyelj, az ember néha megmegy, amúgy az embernek néha vannak rosszabb napja, ezt teljesen meg tudom érteni, hogy az ember elmegy idáig. Most őt éppen lehozta a 444. Le akarod rakni a rohadt biciklidet, bazd, még azt sem rakhatod le, érted? Nem rakhatod le. Mondjuk ez városkapuban tényleg nem egy nagy dolog, hogy valaki a heres érvét mutogatva üvöltözik, ez is igaz. Meg érted a nyugatiba se, tehát hogy amúgy ugyanúgy kijössz a fővárosi bíróságról, és nem láncolhatod le a biciklidet a Markó utcában. Akkor én is ki lennék akadva, aztán mondom, hogy hát bazd meg, nézzétek meg, akár heres érvem van. Ez a szar, ez a bíróság ekkora heres érvet adott neki. Nem is tudom, de biztosan én is amúgy nagyon meglennék menve. Nem tudom, hogy mi az a heres érv, úgy őszintén szólva, vagy hát, hirtelen. Azt mondom, hogy van gerinces érv, azt tudom. Azt nem tudom, mi az a heres. Mindegy két év börtönt is kaphat. Jesus Christ! Kézzel, ott vagy a sitten. Ott ülsz a sitten, és itt én miért csuktak le, és így, hát bazd, meg izé, nem tudom. Mutogattam a heres érvem, ez a vége a sztorinak, így áll, hogy húval! Az kemény. God damn. Két évet, bazdok, azért heres érv mutogatásért azért az... Köszönöm, én nem sértés. Nem, garázdaság. Mit jelent ez a garázdaság? Gondolom, ez egy... alapból is balhézott, és szerintem annyira felbasztott a rendőröket, meg a bírót, ott az ügyészségnél, hogy azt mondta, hogy a garázdaságot, hogyha rád basznak, az mondjuk közszemérem sértésért lehet, hogy kapsz legrosszabb esetben egy évet, így meg kettőt is rá tudnánk húzni. Baznak a rendőrök, oké, Gici, tehát a bohócokat az elég könnyű fölhúzni, mert hogy így alapból érted olyan munkát, ezzel valamit zsonglőrködj, érted, alapból olyan munkát végzel, amit így az legtöbb ember azért lenéz, tehát azért senki nem mondja a rendőrök, hogy ez igen, ez már beszél, ők megvédik a hazánkat, ők megvédik a rendet, érted, nem mindenki így lenéz őket, azért kik ezek a bohóc gecik, érted, tehát hogy így, jaj, nézd már, jön a bohóc autó, azt így villognak a bohóc autóval, mint a bohóc, konkrétan a cirkuszos autókban. Gondolom, hogy mutogatod így a heridet, így az arra járóknak, és így mennek a rendőrök, hogy hopp, próbálnak így elkapni, tudod, hopp, és nem, és így letolt a drága, így cigány kerekezel, tudod, így a heridi ponti súrolja így a rendőrnek az órát, és hopp, ez már garázdaság. Sőt, bazd meg, azért megtámadtad a rendőrt, nem? Úristen, azért meg... Ne, az arcomhoz akarta dugni a heres érvét. Az életemre törtek, azt így... Heres érvel lövik szerencsét. Folyik a heres érv, bazd meg végül. Hát idén mondta amúgy a belügyminiszterünk, az öreg Pintér, hogy ugye azért nincsen elég rendőr, mert hogy olyan jól megy a gazdaság, hogy nem jelentkeznek az emberek rendőrnek, ez idén történt. Nice. Ja. Amúgy... Ha nincs bűn, akkor... Akkor bűnhődés, darab exint a bűn. Éppen csak 15%-kal növekedett a bolti lopások száma amúgy idén. Jeez. Amúgy... Bagatel. Amúgy egy ilyen ügyben... Egy ilyen ügyben, tehát valószínűleg ugye ez úgy nézett ki, hogy ügyészség, ügyészségről ki, heret, mutogatás, megfognak, ügyészségre vissza. Nem a helyben vagy. Akkor már érted az, hogy valószínűleg ugyanaz ítél el, akitől kijöttél 10 perce, tehát hogy amúgy valószínűleg ez így, amúgy érdekel, hogy eleve mit csinált az ember az ügyészségnél. Amúgy. Na és tehát, igen, és amúgy ez lenne a lényeg, mert hogy értem, hogy megy nagyjából valószínűleg ez az igazságszolgáltatás, de hogy amúgy ez így józan paraszti ész alapján, mondjuk ilyen általános sulis, tudod, aula törvények szerint, ez nagyjából ez úgy nézne ki, hogy megfogja a tanárnéni a gyerekek kezét, visszamegy az ügyiségre, és mondja, hogy na, srácok, miért kezdte el mutogatni a heresérvét a bácsi? És hát azért, mert mondta nekünk, hogy heresérvünk, hanem még nem akartuk őt leengedni, parkolni a biciklivel, és így, mert miért nem, bazd meg, hát heresérvő, nem engedjétek már leparkolni a geciből, és így, ja, hát amúgy engedtettük volna. De azért, alapból a heresérvel, biciklivel jönni egy wicked dolog. Kibaszott King, igen, tehát, hogy valószínűleg nem volt más. Rá kell jutni, érted, az ügyészségre. De elment az ügyészségre. Meghalt. Lehet, hogy azért hívta. Tehát, hogy érted, hogy valószínűleg haldoklott már út közben. Valószínűleg küzdelmes. Vagy állva biciklizőben, az meg azt is elmondja. Ja. De az, hogy elmegy, elítélték azért, mert már két hete mutogatta a heresérvét egy diszkóban, vagy nem tudom. Elítélik, mondják, hogy felfüggesztett, de ne legyen probléma.
Jó, kimegy. 5 perc. Hol a biciklim? Arrébb vittük, mert ide nem parkolhat. De hát nem volt odaírva, hogy rendőröknek fenntartott. De mi azt tudjuk, hogy az. Igen. Tudjátok, hogy még mi az? És előkapta. Ez az meg. Ja, ja. Hát igen, ez amúgy... Hát, azért mondom, szerintem... Figyelj, amúgy elmondom, Pista, hogy tehát a magyar igazságszolgáltatás amúgy körülbelül olyan, mint egy iskolai, folyosói. Nem, az néha igazságosabb tud lenni. Amúgy az lehet. A leggyengébbet eltapossák, és igazából ez a erősnek kell lenni. Tehát ez ilyen dzsungeltörvény az iskola. Hát igen, nekem nem lenne gondom úgy, hogyha az igazságszolgáltatás is dzsungeltörvény lenne, csak legyen kimondva, mint az iskolában. Ja, persze, ne próbáljunk meg így törekedni az egyenlőségre, meg a törvény betartásra, hanem akkor így bazd meg, akkor így, ami jön, az úgy menjen, érted? Kerekperec. De akkor mondjuk... Ha 16 vagy, akkor át fogunk motozni, tehát hogy akkor meghállítunk a Blahán és átmotozunk. Igen, ha jó nő vagy, fix, hogy átmotozunk, rendőrök vagyunk, miénk az erő. Fú, ez milyen para lenne ilyen országban élni. Színes bőrre még nem is tértünk ki, pedig hát ugye nyilván az a legerősebb sztereotípia. Tehát, hogy akkor, persze. De akárhogy is. Tehát azt mondod, Api, hogy akkor ez valószínűleg ez tényleg így nézhetett valahogy. Aha. Hát rip. Justice for my dude. Mr. Heresér. Egy férfi. Kemény. GRDG News. Az igazi. A híreket, amiket nem akar közölni veletek a kormány, azokat hozzuk le. Lehet, hogy ezért beperel majd a TV2 meg az M1, de szerintem minőségi news szekciót csinálunk, mint a Tények vagy az Esti Híradó. Úgyhogy 15 percre egy heresérves emberről beszélünk, és nem dobtuk magasra létet, és még így is. Valószínűleg persze. Na közben történt, előző részben beszéltünk Andrew Tate, mármint, hogyha Spotify-on hallgatsz, nem biztos, hogy tudod, de kiadtunk egy szilveszteri special kiadást, YouTube-on elérhető, és abban beszélünk a Andrew Tate Greta Thunderstruck és Andrei Tatajescu. Igen. Andrei Tatajescu. Igen, őróluk beszéltünk, az igen. Igen, és... Rögtön a rész kiadása után, így, nem, a rögtön a rész felvétele után fejlemények történtek, ugye, hogy letartóztatták Andrew Tate-t. Igen, és sokáig ugye azt gondolták, hogy azért, mert volt egy válaszvideó, igen. Amiben egy pizzát rendelt, ahol egy bukaresti pizzázónak a neve volt rajta, és ezáltal be tudták azonosítani, hogy így ő is a testvére ott tartózkodnak. Valóban Romániában tartózkodnak, ami mára kiderült, hogy nem az volt. Nem. Valószínűleg tudták anélkül is, hogy Romániában vannak. Igen. Tehát az előző lét is úgy kezdjük, hogy Bukarestben laknak. Tehát... Ja, igen. Úgy nem tudná. Lehet, hogy onnan tudták meg, bazd meg! Belegondoltak, hogy a rendőrök így hallgatták így a shit talkot, és így mondták, hogy bazd meg, mi? Igen, a román rendőrök hallgatták a shit talkot. Igen, meg kell ismernünk azt a szomszédok kultúrát, tudod, hogy utána... És ez az, amit meg kell ismerni. Ez hatalmas lesz lenne szerintem, hogyha román rendőrök is hallgatnák a podcastot. Így ülnének, és így trafiznak, meg ilyenek, és akkor így közben megy a GRDG podcast. Az nekem így külön megérné az, hogy elkezdtük ezt az egészet, hogyha ez erről mondjuk küldenének egy ilyen videót. Tehát, hogy ez nagyon erős lenne. Az nagyon erős lenne, ja. Igen, és nem az alapján tartóztatták. Meg mellőleg szabadon vannak engedve. Tehát persze, hogy bizonyíték hiányában szabadon engedték őket. Tehát az egész egy ilyen valószínűleg egy ilyen megalapozatlan, fars információkra alapuló... Mi volt, miért tartóztatták le őket egyáltalán? Hát, mi ez az ilyen? Embercsempészet, meg prostitúció, meg nem érőszak. Meg, igen, meg... Ja. De elvileg mondott is egy ilyet a Tatajescu, hogy azért megy Romániába, mert hogy ott kicsit... Ja. Lájtosabbak ezek az ilyen szexuál lasszaúlt törvények, nem? Tehát nem voltam ott, ami ilyesmi? Persze. Ja, de hát ez így van. Sok emberem meglepődök, hogyha kiderül, hogy szexuális ragadozó, például, nem tudom. Pistin. Úristen. Holnap már jön a tek. Vigyáznom kell, hogy miről beszélünk. Még új szíké. Látod, hogy ez Andrew Tate-et is lecsukadtuk. Az, hogy... Ja, bocs. Tehát, hogy rajta nem lepődtél meg, hogy... Ő rajta nem lepődtem meg. Tehát alapból egy ilyen UFC-sen sem repődném. Meg azt hiszem, is ilyen MMA-s forma volt. Én azt mondom, hogyha van pénzed, akkor ilyeneket szabad csinálni. Amúgy nem tudom, miért akadunk ilyenen.
Miért? Hogy nem hiszem. Erőszakolni. Ja. De hogy is be, mi a fasz? Csak azért, mert gazdag vagy, nem tehetsz meg bármit. Tényleg? Ja. Mondj egy dolgot, amit nem tehetnek meg a gazdagok, Pisti. Kérlek, mondj egy dolgot, amit nem tehetnek meg a gazdagok. Mik a gyilkosság. Szerintem ez nem igaz. Azt csak politikusok csinálhatják. Dick Cheney arcon lőtt egy embert, bazd meg vadászat közben, és semmi nem történt vele. Amerika alelnöke volt George Bush alatt. De nekik van valamilyen... De ez megint politikai irány. Szóval politikai gyilkosság. Vagy és... a politikusoknak, tudod, így van ilyen ők megengedhetik magunknak. Epsteinnek kap egy kártyát, hogy így egyet ölhet. Epsteinnek a szigete, érted, ilyen 40 év után derült ki, érted, hogy ez így létezik, meg ez így van. Tehát, hogy így... Tehát, hogy ne haragudj, bármit lehet amúgy nekik szerintem. Tehát, figyelj, hogy jól elrejtik, az más, mint hogy szabad. Tehát, hogy érted? Szerintem azért... Tehát, hogy szabadni nem szabad. Szerintem ez nem el volt rejtve, szerintem mindenki tudta, hogy létezik, érted ez a dolog, csak így most jött elő, hogy így hát, csináljunk vele valamit. Én nem tudtam, érted? Tehát, hogy csak azt mondom, hogy... Hát, de ezt mondom, hogy, tehát, hogy így érted egy körökben, ez így... Hát körökben, jó, de hát most érted, hogyha mi is... Nem tudom, egymás közt lecumondjuk együtt, egymás 14 fal között. Ami nem történt még meg. Nem fog megtörténni itt a felvétel után ismételten. Nem történt meg a felvétel előtt sem. Én biztos vagyok benne, Pista, hogy pénzzel ezt minden elintézik. Ó, bazzak, kihasználtatok szexuálisan lányokat, semmi probléma, srácok így befizettek $1 millió büntetésként, és megoldottuk a problémát. Jó, ezt értem, igen. Azt lehet, hogy így megy. Ezt elhiszem én is, de ezt szerintem még nem oké. Persze, meg egyre többen szopják be ezzel igazából, tehát hogy most, pont most van, pont most éli a virágkorát, ugye ennek a jó, ennek ellenére amúgy Andrew Tate, az meg pont az a forma, akiről, hogyha ezeket a dolgokat mondják, akkor egyből el is hiszi az ember, mert hogy úgy is néz ki, hogyha nem voltak bizonyíték, meg nem volt elég ilyen dolog, akkor simán el tudom azt is képzelni, hogy amúgy felbaszta már annyi embernek az agyát Andrew Tate, hogy valaki tett egy feljelentést, aztán ki. Ja, amúgy meg Pistem, hogy szerintem amúgy a felszínét sem kapírgatják amúgy ezek a perek így a valós problémáknak, tehát hogy ez így valószínűleg az, hogy van, mit tudom én, 10 ilyen per egy évben, hogy ezek ilyen dologok történtek, az 100%-ot nem üt meg amúgy szerintem a valós hát ez valós skálán. Hát ez lehet, hogy nagyobb a reach-e, nagyobb a média reach-e, és így talán, ha jól vannak kezelve ezek a problémák, akkor 2300-ra így megszűnik a probléma. Nem megszűnik a probléma, de talán nagyobb figyelmet kap. Vagy legalább, érted? Mondjuk ez ugyanolyan, mint az, hogy most hány olyan, most megfordítom az egész sztorit, amikor volt ez a Johnny Depp meg Amber Heard dolog, ez is olyan, hogy így a nap végén hány olyan per lehet, ahol a nő az abúzív egy kapcsolatban, és nem a férfi nyeri a per. Ja, persze, de érted, ez is olyan dolog, hogy ez most így téma, és ugyanúgy, mint bármi mással, ez az emberek már így, tehát az átlagembert ez két nap után nem fogja érdekelni, hogy milyen jó, szexuális kihasználás. Ilyen, mi azok az emberek, mondjuk, akik ezt így halásból halljuk, minket ez nem érint ez a téma közvetlenül, de azok, akiket egy kicsit is érinti a téma, mondjuk érted, egy távoli ismerőst akár, akkor az már sokkal investidebb, érted, ez már sokkal tovább fogja foglalkoztatni ez az egész. Tehát, hogy amúgy alapból, ha már mondjuk elveszed a kedvét néhány túl magabiztos gazdag gyökérnek attól, hogy nem mondjuk olvasnak ilyen híreket. Dehogy nem, mert nem viccelj. Tehát ők az elsők, akik mondjuk a... Nem akarok például húzni senkivel, mert teljesen alaptalan lenne, de hogy valaki, aki mondjuk olyan figura, hogy ő egy szombat estén az ötkertben mondjuk csak azért meg gazdag, meg azért mert sok az ismerőse ott a helyen, azért nem tudom, megfogdós sajokat, az valószínűleg azért kicsit elkeftelenedik ettől, miután hall olyan híreket, hogy bekasztíznak embereket ilyen ügyek miatt. Talán, nem tudjuk meg. Egyen így. Azonban van egy ember, aki mindent megúsz. Szik. Meg minden, nincs olyan dolog, amivel elkapnák. És ez nem más, mint Salt Bae. Salt Bae. Aki így szólja, így szórta régen a... A sót. A sót. A húsra. És ezzel lett dubai étterem
tulajdonos és minden híres ember ott. Van egy, van több étterme is amúgy a csávónak, de egy török csávó. Igen. Török formaja. És hát most ugye az a nagy, abból áll a botrány, hogy ugye ellopja emberek gyönyörű pillanatait, tehát hogy életük legnagyobb pillanata, és ez a csávó csak így megjelenik. Na, ez legalább olyan rossz, mint az emberek kihasználása. Az, hogy ellopják a sót. Ez máshogy kurva rossz. Tehát az, hogy... ez volt, hogy volt valami boxoló legenda, volt egy boxoló legenda, és akkor őnek is a visszavonulási meccsénél, pont amikor így azt köszönt el, akkor így megfogta, átkarolta, nyomott egy ilyen fotót. Volt vele. Ilyen most. Aha, és most ugye az a lényeg, abból áll a bal, hogy megnyerték az argentinok a meccset, és hát ugye megkapták a kupát, és az a kupa, azt csak ex-világbajnokok foghatják meg, illetve... csapattagok, tehát hogy a crew, meg azoknak a közeli hozzátartozói. Tehát, hogy mondjuk a gyereke megfoghatja a kapusnak, és ez egy nagyon érzelmes pillanat volt, és körülbelül így kikapta a gyerek kezéből ez a Salt Bay a kupát, és így fotózkodott vele, így Közben csinált ilyen mozdulatokat egyébként, az no joke, lehet olyat, hogy így... Amúgy ez mekkora már, hogy egy mémből te ugye lettél egy sztárséf. Igen. Most újra mém vagy, és most, hogy egy rohadék vagy. Most már egy antihős vagy. Tehát, hogy annyira idegesítő vagy, annyira ilyen tenyérbe vászó, kinyalt fazon vagy, bazd meg, hogy rólad szól a teljes social media világszerte, mert akkora gyökér vagy. Tehát, hogy az... Biztos jó reklám amúgy. Persze, tehát hogy remélem, ez miatt én biztos vagyok benne, hogy nem fognak kevesebben enni az éttermébe. Én valószínűleg nem mennék el. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha eddig gondolkoztam volna rajta, akkor most már ülenék, hogy nem megyek el. Ja, amúgy igen, ez bennem is így van, hogy amúgy... gondolkodtam, hogyha majd megyünk Dubajba, akkor megnézzük azt az éttermet, de most már így igazából más szerintem étterem lesz. Szerintem higgyétek, hogy nem mennek el kevesebben ez miatt az étterembe. Biztos, hogy ez... kevesebben nem fognak elmenni. Főleg abban a térségben ez kurvára nem érdekel senkit. Ja, érted, megfogta azt a rohadt izét, és a szarom a focit. Érted? Tehát, hogy ilyen izé... Igen, aki, de mondjuk tehát, hogy az a baj, hogy tényleg olyan embereket kurt fel ezzel idézőjelesen, mondjuk a Messit, érted? És a Messit most jelenleg mindenki szereti a világon. Tehát, hogy mindenki imádja a Messit, most a Messi élő legenda státuszban van. És akkor így, good for him, tudod, ilyen ez az Messi, minden életed legszebb pillanata, élvezd, ő meg így, hogy csinálom már egy közös fotót, azt így. Nyomja a közös fotót. Igen, tehát, hogy ezzel szerintem így leesett így a brand értéke a Palinak. Legalábbis nagyon remélem amúgy erről, nem tudom, hogy erről lehet-e valami megbízható statisztikát nem nézni. Nem tudom, nem biztos. De hogy a lényeg, hogy geci idegesítő emberek néha jó magasra jutnak. Sokszor. Olyan, mint egy ilyen... ez egy free reklám volt neki igazából. Ja, ez is az. Éppen ez a... A per. Ez a podcast is az. Elvasztuk. Kövessétek be Salt Bay-t az Instagramon. Kövessétek ki Salt Bay-t az Instagramon, hogyha követitek. Ja, de... Amúgy a tavaly évben az a KFC... Azt nem tudom, megemlítettük valamelyik podcast? Nem, sajnos. Amikor a KFC push zenetekkel... tolta amúgy a kristály, hogy holnap van a kristály éjszaka, vásárolj be sajtos, mit tudom, milyen csirket falatkákat, és így ünnepelni a kristály éjszakát, és így tudod, kész, hogy ülsz a telefonod el, és azt így Németországban megkapod, és így volt. Ez így mi? Ezt most jól olvasom. Ünnepeld meg a kristály éjszakát egy kis KFC-vel. Igen, azt mondták a fejlesztők, hogy ugye valami a naptár applikációval volt szinkronizálva, és beillesztette a szó végére azt az ünnepet, ami jön. És hát a kristály éjszaka. Igen. Az, amikor ugye a zsidó üzleteket szétverték. Igen. Ez is elég furcsa lenne, hogyha mondjuk egy ilyen október 23-as akciója lenne, nem a KFC-nek. Ha ünnepeld az október 23-at. És tudom, hogy ott van a magyar zászló, és középen így Nem a kivágás van, hanem mondjuk egy ilyen... Colonel Sanders, így most rajog a magyar zászló közepén. Ott egy Hot Wings. Igen, egy kivágott zászló, és egy ilyen így, és akkor ilyen Hot Wings kosár így mellette. Igen. Ünnepeld hogy dobják így a Molotov helyett, így az ilyen megrágott Hot Wings csontot, tudod. Igen, csak tudod, hogy nézed a videót a YouTube-on, és akkor bejönni az 5 másodperces reklám, és így talpra magyar, hív a KFC. Igen, ez nagyon wikid lenne a mai igen, valóban. Tehát, hogy így ünnepeld a forradalom leverését KFC-vel. Nagyon durva.
Ahogy ilyeneket lehetne tolni. Igen, ez az ilyen üzé. Mi ez? Egy vaníliás sékkel, verd le a csípős fűszeres ízeket, mint hajnaújék a felkelést. Bazd meg, március 15-e. Vagy október 6-a. Október 6, ja. Ilyen aradi 13 menü, 13 darab csirkeszárny van egy kosárban. Ura vagy. Fú, igen. Lehet, hogy ez lenne az új, ez lenne a karakter arki a KFC-nek, tudod, hogy ilyen minden ilyen kontroverzális így napra így ráhúznának valami akciót. Nagyon jó lenne amúgy. Kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a insert bármilyen KFC-s menü gyakorlatilag. Ja. Na igen, mielőtt egy kicsit tovább gondolkodunk itt még egyre keményebb dolgokban menet, én azt gondolom, hogy jön a következő cikk, ami nem más, mint az, hogy, bocsi, egy kicsit elkalandoztam, ma halt meg 22 éve Zambó. Oh shit. Rip my dude. Mi történhetett ott a kakas és a pisztoly és a... Egy lövés. Nem is ez az érdekes, hanem ez a cikk ma fejlődött, hogy 22 éve halt meg Zambó Jimmy. Szomorú voltam. Kereken 2000-ben lőttem egy nagy 2001. Lehet, hogy ugye 2000-ről 2001. Az ezred fordulón. A notórius év 2001-ben. Igen. Több nagy tragédia is történt. Így van. De ez volt a legnagyobb. Annyi történt amúgy a szilveszteri bulin, hogy egy jó pár gin tonic után azon gondolkodtunk apiékkal, hogy hogyan lehetne feldobni még egy, tehát meg lehetne spékelni ezt a GRDG news-t, és most már 2023 van, belegondoltunk abba, hogy mi lenne akkor, ha nem mostani, hanem 10 évvel ezelőtti híreket olvasnánk be. Ja. Mi történt 10 éve pontosan ezen a napon per héten? Igen. Zseniális. És mi történt 10 évvel ezelőtt? 12 éve halt meg Zambó Jimmy. Úgyhogy akkor is ez volt a Blick egyik archívumában a cikk. Szerintem ezt minden év belehozzák, tudod? Fixen. Tehát, hogy valószínűleg ezek a legnagyobb reach-et hozó cikkek. Lehet, hogy annyit is csinálnék, hogy így előre beidőzíted a cikket így 100 évre előre, és mindig csak az évszámot kicseréled benne, hogy ma halt meg 23 éve Zambó Jimmy, és a cikk ugyanaz, tudod, és így uff. Igen, tudod, így felülírsz benne néhány mondatot, és akkor amikor rámentesz, akkor így megkérdezi, mint az Outlookban, hogy így a teljes sorozatot szeretnéd menteni, vagy csak ezt az egy alkalmat, hogy be van időzítve 2500. De amúgy nagyon sok dolog be lehet időzítve, mert alapvetően én most ezt egy kicsit elkúrtam, mert hirtelen azt mondtam, hogy 2022. január 1 van, így a fejembe így úgy számoltam ki, hogy 10 év, és akkor 2012. január 1-re mentem pár cikkkel, aztán rájöttem, hogy nem jó. Mondom, hogy mi volt az egyik. Rekord benzinár. Akár 500 forint is lehet a benzin év végére. Ó, ez mi, ez 10 éve? 11. 11? 2012. január 2-ai cikk. Szerintem messze nem volt annyi, tehát, hogy így 480 közelébe sem volt úgy a... Blik. Igen, meg Blik. Azért az 500 forint akkor, az lehet, hogy volt az... annyi, mint most az a, nem tudom, mennyi 700, most mennyi, nem tudom, 730 volt az autópályán. Tehát valószínűleg ez húzós volt. Lehet. 10 éve, mi volt 10 éve? Ami nem tudom. Válság volt akkor is. 14-ben volt valami válság, nem? De ez 13 most, és figyelj, ellenzéki tüntetés az Operánál. Ez ugyanaz az ellenzék, de, most igen, is, igen, igen, demokratikus koalíció, MSZP, LMP együtt. Annyi, hogy akkor még az LMP volt. Ja. Mámen. Semmi nem változott 11 év óta, bazd meg. Kurva. Rekord benzinár, ellenzéki tüntetés, Jimmy meghalt, bazd meg, évforduló. Konkrétan ugyanaz történik 10 éve. Jesus. Ezzel szemben, tudjátok, mit csináltam? 10 évvel ezelőtt megnéztem azt, hogy mit gondolnak, hogy majd 2023-ra mi fog történni. Aha. És láttam egy ilyen, hogy ilyen nagyon futurisztikus iPhone karórát, ami így igazából az Apple Watch lett helyett, és hogy így képzelték el a jövőt, hogy majd úgy beszélünk bele, ilyen így lesz az okos telefonunk. Ennyi volt. Így képzeltük 2020-ban repülőautók, tudod? Aha. Ugyanott tartunk. Helyett az meg konkrétan ugyanaz van, 10 évvel ezelőtt. Az egyetlen dolog, amit elértünk, az az, hogy most már 500 forint fölött van a benzin, úgyhogy ezt legalább elértünk.
Amúgy ez szerintem rendkívül szomorú, hogy így nem haladt előre semmit az ország 10 év alatt. Orbán Viktor kétszer akkora lett. Ennyi történt a képeket nézve. Ennyi történt az. Tehát hogy Orbán Viktor mérete az így egyenesen arányosan növekszik az idővel. Egyébként amúgy semmi más. Ennyi történt. Semmi más, bazd meg. Őszebb lett egy kicsit. Nagyon kemény. Nekünk ez így jó. Ez olyan valamit van az a videó, hogy így sok mindenen kéne itt változtatni. Például, jó van ez így. Konkrétan. Hát vesz, mondom, nem? Tehát, hogy így miért akarná változtatni valamit, amúgy, hogyha sokkal egyszerűbb így nem változtatni. Amúgy erre van egy nagyon jó... Nem változtató műtét. Én esküszöm, mindjárt egy lehánylak, kettő, meg beléd verem azt a hányást. Szerintem ez kicsit jó volt amúgy. Nem, hanem ugye, hogy addig, amíg kényelmesebb nem változni, addig nem is fogsz. Tehát, hogy amíg kényelmesebb amúgy így... tehát amíg... Mindig, szinte mindig kényelmesebb, szerintem nem változni. Valamikor már nem azért, tehát, hogy így kérdezd meg a románokat. De hogy így érted... Nem, mert Romániában érted, olyan volt a 2010-es évek, hogy valami 6-szor változtattak kormányt, érted, mert szar volt. Tehát, hogy valahol amúgy nem, de Magyarországon itt olyan érzésem van, hogy így tudod, ameddig így langyos a húgyos víz, addig én nem szállok ki a hidegbe. Igen, a magyar ember fiziológiai szükséglet az az, hogy a másnál szarabb. De lassan nem lesz már kinéz szarabbnak lenni. Még Bulgária ott van, jó? Ja, úgyhogy még okés a víz. Bulgária még ott van. Szerintem, hogyha már, szerintem, hogyha Bulgária majd lehagy minket, majd lehet, hogy akkor kijövünk a húgyos vízből, amiben ülünk. Go Bulgária. Lehet, el kéne oda költözni. Super Power 2030. Három. Na, és azt gondoltam, hogy már ilyen 10 évvel ezelőtt így megjósoltak, szerintem mi lesz 2033-ban? Én egy dolgban biztos vagyok, Jimmy 32 éve fog meghalni akkor. Nice. Mi lesz még 10 év múlva? Mi lesz 10 év múlva? 5. Orbán kor. Sőt, milyen? 7. Élni fog még szerintetek az öreg? 10 év múlva, még csak 70 éves lesz. De elég vikid az életmódja, ahogy látom rajta. Tehát elég gyors életet él most az utóbbi 10 év. Szalonnás tepertők meg azok nem hosszabbítják meg az életet? Én azt mondom, hogy... Körömpálinkák. Én azt mondom, hogy tehát nekem azért a rokonságomnak egy jelentős hányada, ők vidékiek, és pont most van az az időszak sajnos, amikor ugye már így abban a korban vannak így ezek a nagymamám testvérei, akik ahogy így hullanak el, és ugyanez hát inkább mennek, mint jönnek. Igen, inkább mennek, mint... Hát amúgy jönnek is, mert vidéken azért ugrálnak ki a pulyák, de hogy... De ja. De inkább azt mondanám, hogy a tepertős inkább viszi őket. És hogy ők se csinálnak annyira extrémére. Miért nevetek, bazd meg? Hát mert hogy bazd meg a... Mert ez így van. De ja, igen, tehát hogy a 70-et úgy nehézen ugri meg az ember. Ja. Hát, mi lesz amúgy 10 év múlva? Ja, 2032-t írunk. Ma 2023 is nagyon futurisztikusan hangzik. 2033, bazd meg. 2033. Ja, 33. Repülőautók? Új Apple Watch? iPhone 25? Úristen. Nagyon kell nekem az iPhone 25. Amúgy meddig vissza kell szerintetek a számozását például ennek, tehát 10 év múlva el tudjátok képzelni, hogy iPhone 25 legyen például? Én szerintem nem tudtam volna elképzelni, hogy iPhone 15 legyen. Kéne, hogy legyen valami egy ilyen, valami innováció, ami így kb. Az okostelefont így kilöki. Tehát, hogy csip az agyadban? Hallod, hogy csipet ültetnének az agyadban, szerintem a konteósok így megötszöröződne a létszámuk, tudod, hogy így... Bazd meg igazuk volt, ezek csipet akarnak belénk rakni, tehát, hogy így tudod, és így az emberek így szerintem így özön lennének, hogy így, ja, hát, hogy a karácsonykor hallgattam a kontavukat, na mindegy, és ez is benne volt, érted, hogy a csippelések. Aha. Tehát, hogy az kiderülne, hogy ez lesz a, tudod, a következő találmány, tényleg az emberek szerintem így, persze. Na ezt nem! Én sem merném. Tudjátok, miért nem merném? Az meg biztos feltörik, és hogy az milyen para, hogy valamit feltörnek a fejedben. Ja. Nem mondjuk az legit. Vagy vírusos lesz, bazd meg. Ja, igen, az kemény amúgy. Nem tudom kikapcsolni a pornós pop-upokat, azt így, bazd meg, így nem bírok a pillanatban. Pislogsz így, kurva élet. Bugos szájton próbáltál pornót nézni, aztán csak tudod, így befleseled, ahogy így
hogy hívják a, egyszer volt egy hollywoodos színésznőt? A Margot Robbie. Margot Robbie. Így flashled, hogy így jön rád a Margot Robbie, és így, így néha egy ilyen IKEA reklám így izébe jön a háttérbe, így nem tudom, ilyen fura dolgokat mond, mint hogy... Mondjuk ez amúgy geci menő lenne, amúgy, hogyha már rendesen... You need to be over 18 to play this game. Igen. Szerintem geci menő lenne, amúgy így tudod, már így látnál a szemeddel, tehát hogy rendesen tudod lenni ilyen interfészed amúgy így a ja. szembe. Aha. Szerintem az geci jó lenne. Hát az LSD. Lenne. Vagy hát igen, Igazából az lenne. Megyek a Lidl-be, bazd meg LSD-vel, nem is így. Ó, geci, hogy interfész van a fejem előtt. Szerintem is az lenne a flash, hogy, hogy tehát nem is az, hogy így interfész, az, hogy nem, hogy mint ahogy a, nem is a repülőautó valósul meg, hanem hogy ilyen sokkal ilyen megfoghatatlanabb dolgokban fejlődünk, és ugyanez lehetne amúgy, hogy így konkrétan azt képzeled, hogy egy másik világban vagy, nem interfész igen. van, hanem úgy látod, mint a repülőautó lenne. Igen. Tehát, hogy a karácsonyi kontókból így kiemeljek ide, 2030-ra olyat terveznek elvileg ők. Nem tudom, kik azok az ők. Ugyanazok az ők, akik le akarták verni a szabadságharcot. Ott is csak egy déj volt. Tehát, hogy a, ja, igen, déj. Igen, tehát, hogy a karácsonyi asztalnál merült fel ez a Conteo, hogy 2030-ra olyan lesz, hogy 15 per ilyen cellákra beosztják az országokat, meg a városokat, meg a helyeket. Aha. Ilyen körülbelül 15 perces körzetekre, és nem hagyhatod el majd azt a körzetet, csak mit tudom én, valami vízummal. Wow. Miért? Én, mert olyan lesz, ilyen programozható pénz lesz. Nekem ezt magyarázták a karácsonyi asztalnál, hogy programozható pénz lesz, és ha neked a körzeten kívül a pénzed, az így nem tudod majd használni. Ezt nem is, de miért? Mert nem működik. De ennek van valami értelme? Nem valódi pénzt kell itt elképzelni, amit te odaadsz valakinek, hanem tudod, mert csak digitális lesz én, a dolog. Ezt én tökre értem, csak hogy miért korlátozod az embereknek a mozgás mert karbon lábnyom van, meg hogy élhetőbb legyen a bolygó majd. Ja, és aha. nem lesz személyi autó, meg nem lesz semmi, ezért lesz ilyen sétáló ízék. Ja, én nem tudom, bro, hogy a gazdagok hova mennek, de én nekem azt magyarázták, hogy itt így majd lesz ilyen karbonkredit, és hogy a karbonkredit minden termék, amit te vásárolsz, annak majd lesz egy ilyen karbonkredit pontja. Amúgy és hogyha eléred a limitedet... Ez kb. Így van most ugye azt CO2 kvótával amúgy céges szinten, ez már így van. Tehát, ha ez kihat a vásárlásra, ez nem működik. Hát ez kihat a vásárlásra, ne viccelj. Tehát igazából ugye... De nem, mert érted, most én vásárolhatok 60 darab autót, ha szeretnék. Jó, de az... Hogy is mondjam, tehát, hogy bármi, aminek van CO2 vonzata, az drágább lesz a nap végén, mert a cégnek kell fizetni. De az tök oké, és a drágább a dolog, mert az meg dolgozzanak a csövesek többet. Én azt mondom, hogy az, hogyha neked van egy carbon limited, hogy neked, mit tudom én, az 10 000 mindenkinek. Aha. És a termékekre rá van írva, hogy mit tudom én, ez 5 darab, vagy 50 forintba kerül, meg 2 carbon pont. Ja, értem. Tehát, hogyha maximalizálod az elkölthető dolgot, mert a karbonponttal maximalizálod azt, hogy te mennyit vásárolhatsz, az nem működik, mert bekorlátozod a vásárlást. És ha bekorlátozod a vásárlást, akkor én minek keressek 60 millió forintot egy hónapba, ha úgyse tudok elkölteni csak 10 000 karbonpontot. De figyelj, ott van ugyanaz, hogy miért vennél egy autót azért, hogy élvezd, ahogy fújja a kabrióban a hajadat a szél, amikor vehetsz egy autószimulátor programot a chipbe az agyadban, és lehet egy Ferrarid egy 3000 forintos havi előfizetésért. Mert ott így a nap végén úgyis csak neked számít. Úristen, ez egy, nem tudom, most ez jó példa volt erre, valószínűleg nem Pisti. Szerintem, ez simán működött, szerintem így. És ennek ez neked a CO2. Most a kettő, amiről beszéltek, az olyan, mint hogy te arról beszélsz, hogy mennyire jó amúgy, nem tudom, valami jó minőségi füvet szívni Hollandiából, te meg azt mondod, hogy de minek, hogyha amúgy a herbálisok ugyanúgy beállsz tesszön. Sőt, még jobban. De én csak azt mondom, hogy én ezt hallgattam végig karácsonykor, és hogy az a lényeg, hogy így ez azért nem működne, mert ha mindenki ugyanannyi pontot kap, amit így nem tudsz növelni, meg karbon lábnyomod van, érted? Leszorom a karbon lábnyomodba, mindenki fogyasszon, amennyit akar. De hogyha beszabályozod, hogy mennyi a maximum, amit fogyaszthatsz, akkor az nem serkenti a termelést meg a fogyasztást, mert a cégnek nem lesz incentívája arra, érted, hogy így még többet termelje, meg nem tudsz többet fogyasztani, akkor minek... Figyelj, ez nem működik a társadalomban. Figyelj, amúgy igazából ilyen jellegű tudatosság Európában biztos, hogy lesz, és biztos, hogy 2030-ig látványosan lesz. Az, hogy egyéni szintre le tudják-e vinni, szerintem nem.
Tehát, hogy alapból szem... Elég... Azt, hogy Magyarországra eljut-e... Figyelj már, menjél már ki. 2030-ra szerintetek uniós? Ja, de ez a következő nagy kérdés. De bazd meg, menjetek már ki Borsodi Vánkára, és magyarázzátok már rá, hogy te már nem vehetsz több halat, mert elfogyott a karbonpontod, bazd meg. Tehát, hogy... Jó, de pont azt mondom, Pitát, hogy egyéni szinten nyilván nehéz elképzelni, de hogy csak azt mondom, hogy a tendencia az biztos, hogy vagyok benne, hogy ebbe az irányba fog menni. Tehát, hogy ja, igen, nem azt mondom, hogy Tinfo élhet, és akkor CO2 pontok, de az, hogy jobban, tehát, hogy igen, ez egy valóság lesz, és hogy Magyarországon se lehet majd azt mondani, hogy így, ha a tüzén ezt leszarom a meges medvéket, ennek a mentalitásnak ennek mennie kell. Túl, és ez borzalmas. 2030-ig szerintem ez simán egy valóság lesz. Tehát, hogy én tökre örülnék neki, hogyha sok dologban legalább ilyen skandináv szintre jutnánk. Meg kell kapaszkodnom, srácok, most kell kurva sok pénzt keresni még, és a legnagyobb autókat bevásárolni, mert 20 év múlva nem fogunk tudni kurva jó autókat vezetni. Hát például. Tehát mondjuk az, hát még a kurva jó autó az máshol fog elektromos autók még, például. Én még most el fogom dörrenteni a karbon lábnyomomat akkor így a 20-as, 30-as éveimben. Hogy FLP, így... egészségedre, knock yourself out, hogyha erre áll a fasz, persze, akkor erre áll a fasz, de igazából én kurvára leszarom most is, meg akkor is kurvára le fogom szarni. A lényeg, ami lényeg, hogy ja, például elektromos autók fixen sokkal-sokkal nagyobb számba. Tehát, hogy én mondjuk úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk elektromos autók szerintem akár többségben nyugaton, tehát hiszem, hogy Németországban simán lehetom kézdeni, hogy nulla személygépkocsi dízel, az már talán már most sincs. De van. Ja, nem volt valami ilyen akció? Na, tök mindegy. És akkor még kellettem kézdeni, mondjuk a mostani ilyen Teslák, azok így megjelennek Albániában, és akkor így ott ilyen ugyanolyan állapotok lennének, mint mondjuk most, csak így farolgatnak így a sivatagba így az albánok a Teslákkal, és így lopják az ilyen, tudod, ilyen közösségi áramhálózatról az áramot. Bazd meg. Hát, nem így tudom elképzelni. Cyberpunk. Cyberbalkán 2033-ban. Cyberbalkán. Az mennyire király. Simán el tudom, hogy azt is simán el tudom. Kézzétek már egy ilyen Night City típusú tiránét, vagy mi az, hogy hívják? Ja, Tirana. Cyberpunk Tirana. És így tudod így a helyet, hogy minden ilyen japánul van fölírva, mint a Cyberpunkban, minden így törökül van kiírva. Neonfényes kiraszok. Neotiranába, bassz meg! Tíz év múlva szerintem nem lesz már klasszikus televíziózás. Ne legyen klasszikus televíziózás, tehát hogy én azt tudom mondani, hogy most is vannak műsorok, amiket mi igényesebben csinálunk, mint például, hogy hírek amúgy, mint egy... Szerintem lesz valami megoldás, amivel tudod, ezt a régi érzést vissza tudod hozni. Mint az, hogy biztos vagyok benne, hogy most is vannak olyan podcastek, amik ilyen, tudod, ezek a rádió műsorok, tudod, ez a, mint a Barátok közt, csak rádióban, mint volt régen a... Tényleg. Valami Szabó család, azt hiszem, az ment valami 40. Ja, tudom, mire gondolsz, hogy ezek a... Tudod, hogy így... De ez nem Magyarországon van. Ez volt Magyarországon. Nincs mostani szerintem magyar izé, vagy van ilyen magyar. Nem tudom, hogy van ilyen podcast Magyarországon, de világszinten majdnem így a pénzt mernék rátenni. Tudod, mi volt annó ilyen, az ilyen Adams Family is így indult ilyen rádió műsorként. Na és biztos van valami ilyen podcast jellegű dolog, ami valami hasonló, ha nem, akkor találtunk egy nist. De... Persze, meg figyelj, hogy igazából melyik tévéműsort ne lehetne megcsinálni YouTube-on? Tehát mindegyik meg van már csinálva, csak fönntartjuk valamiért ilyen, valamilyen perverz illúzióból, hogy erre szükségünk van amúgy a... Szerintem meg kell találniuk azt, hogy a tévés, tehát a cég, az hogy tud ugyanennyi pénzt keresni az interneten. Az RTL Plus most már ugye elindult. Ja, az nice. Az ugyanez. Az megoldás erre végül is, hogy eltakarodjon a tévé, mint hogyha kemény érzéseim lennének a tévé felé, de hogy így... Vannak negatív azt tudom. Negatív, csak negatív konnoktációim vannak nincs, a tévére. Nem tudsz feedbacket adni. Ez igaz. Szar. Nem tudsz feedbacket adni a tévének. Meg amit mondtam, hogy így nem te választod meg, hogy mit nézel a tévébe. Aha. Ott így, mint a disznók elé, így a moslékot így kiöntik eléd, és így választasz, hogy választasz, hogy a vájú elejéről vagy a végéről kezdesz el enni, érted? Tehát, hogy ennyit tudsz csinálni. De nem mondhatod azt, hogy te most így 9 óra 30-kor én most a Alice in Borderlandet akarom nézni, mert te választasz, hogy a vájú most a TV2-t, vagy az M1, vagy a... Ja, ez világos amúgy. Figyeljetek, 2033 szerintem a Mecha soros megküzd
a kiöregedő szarumánszerű Orbánnal a parlament tetején. Hogy Orbánból már csak egy szem marad, ami a parlament tetején figyel. A moltorony tetején. Holy shit. Az geci menő le. Most megjött a kedvem itt maradni. Mint a Hobbitnak a harmadik részében van, amikor elmennek így akkor így mondja a Saruman, hogy leave Sauron to me, és így az meg így leave Soros György to me, és így ott van az Orbán Viktor, az meg, ahogy igen, így megindul, érted? Soros György ellen. Ez kemény lenne. Tehát olyan úgy Soros addigra már valószínűleg mondjuk 98-100 éves. Már most 98 éves, azt hiszem. Tehát, hogy 108 éves lesz éppen Soros György. Soros György már konkrétan így tudod olyan, hogy még a robotika annyira nem fejlődött, hogy egy ilyen robotra van ráhúzva, szóval így az arca az így ilyen, mert ilyen furában ráhúzva. Azért, a Men in Black 1-ben van az a csótány ember. Ja. És az így lóg így a bőrbe, az meg már most is kicsit úgy néz ki, na mindegy, de hogy... Bazd meg amúgy... Képzeljétek benne, hogy meghal Soros György, amúgy ki ellen fognak úszítani. Ki lesz a következő? Soros fia már fel van készítve. Nice. Már azért nyomják, hogy a Soros fia az még nagyobb geci. Soros fia is már vagy 80 éves, bazd meg. Hova akarnak a újra? Apám, meg fognak bosszulni. Ez csak ilyen, mindig csak egy ilyen csukjás alakot látsz a tévében, vagy tudod valahogy így, ilyen fura jelent meg Budapesten, ja, és akkor csak így... így lekapja a csúkját, és egy ilyen hatalmas, egy ilyen terminátor gyakorlatilag a csehában. Hoppa, az meg. Amúgy én ettől nagyon kivagyok, tehát, hogy így ilyeneket mondunk, érted, hogy mi egy hatalmas, erős ország vagyunk, mi nekünk nincs páratlanul erős a gazdaságunk, mi itt annyira összetartók vagyunk, hogy mi vagyunk Európa dobogó szíve. Igen. És mi egy emberrel háborúzunk 12 éve, bazd meg, és vesztésre állunk, én úgy érzem minden évben. Tehát, hogy így... Azt vágjátok, hogy... Azt hittem, hogy azt gondolni, hogy bezzeg, Németh Szilárd még nem egy meghal harcos, bazd meg. Nem, csak azt mondom, hogy ilyen kurva erősek vagyunk, meg érted, így olyan összetartás, hogy dobogó szív vagyunk itt Európában, meg igen, mit tudom én, tehát, hogy hogyan nem tudtunk legyőzni egy darab embert amúgy így 12 év alatt. Mert hogy most Sirius. Hol a végső győzelem? Küldjön már valami hitmeleket, érted, Orbán Viktor? Komolyan tudnád venni Amerikát, hogyha így Amerika így ezt kommunikálna a világ felé, hogy egyetlen emberrel nem tudnak túljárni az veszélyt. És ráadásul Soros György nem is olyan gazdag, tehát hogy nincs is. Közel-kelettel ez volt, hogy volt a Osama, meg volt a Saddam. És nem tudták elkapni, de nem az volt, hogy azért omlik. De az is ugyanolyan vicces, nem? Tehát, hogy így, legközelebb majd elkapnak. Azért ott azért volt olyan, tehát így te most nem mennyire lehet hinni annak, hogy Osama Bin Laden például lelőtték, de érted, például most már van, néztem podcastot arról, hogy a katonák, akik részt vettek amúgy az akcióban, mit tudom én, mikor volt ez, 6 éve. Így beszéltek podcastban arról, valahogy, hogy már valahogy úgy volt. Mm-hmm. Tehát, hogy így elmondták a részleteit amúgy az akciónak, és így például mondták, hogy az Osama Bin Laden, az meg a 6 éves gyereke, azt a 2 éves gyereke előtt lőtték le. Ja, igen, ezt hallottam. És ezért kitüntették, ja, nem az Obamát, vagy mi történt. Hogy meg a csáv volt is, aki lelőtte. Sís. Bum, bum, bum. Sís. Piu, piu, piu. Na igen, tehát, hogy mi miért nem... Na, akkor, most rácok, miért nem lőjük 12 éve ölték meg. Na, ja, már miért nem lövik le akkor a Soros Györgyöt Orbán Viktorék, ezt akartam mondani. Ja, hát mert... Tehát, hogy így, hogyha Amerika meg tudta lépni, tehát, hogyha ha ő egy ember ellen tudott lépni, akkor mi miért... Mert az egy húgyos, szaros beduin volt az ő fejükben. Ez meg egy 98 éves öreg ember. Ez a világ ura, bazd meg, úgy van beállítva. Ő nem úgy volt beállítva, ő csak úgy volt beállítva az Osama, hogy így nagyon-nagyon mérges, és bárhol lehet, ezért félelmetes. De azt nem mondták, hogy az amerikai gazdaság be fog dőlni amúgy, mert hogy jön a homokember, bazd meg, azt lelő gépfegyverrel. Vagyok attól itt 28 évesen erőm terjébe, érted, hogy így az ország tehetetlen 12 éve egy 98 éves emberrel szembe. Igen, tehát, hogy egy 98 éves emberrel szembe vesztésre állunk. Mi történik? Kérdés Soros. Jó, meg képzeljétek, hogy minden igaz, amit mond a Fidesz. Minden igaz. Soha nem. Így mondják, hogy bazd meg, de nem hazudunk, ez ennyire abszolút. Hallott, ha minden igaz, de nem mondanak, akkor tudni Magyarországon kívül ilyen Mad Max-es világot tudnék elképzelni. Valahogy úgy néz ki, mint a Fury Road-ba, bazd. Igen, csak ilyen, ilyen rejtett ilyen kapukon tud csak bejönni az országba, hogy tudod, így ilyen, tényleg ilyen ponyvák, így azt hát, hogy valami nukleáris persze, ilyen szeméttelep, így az egész, akkor így jó rendben, gyere, és így elhúzzák a függönyt, és tudod, ilyen virágzó napsütés, bazd meg, tudod, ez Magyarország.
Akkor... Ez olyan, mint ahogy mesélték nekünk otthon. Mint amikor a szüzek, tudod, mennek vissza a Mad Max-ben, ugye abban a városban. Persze. Igen, igen, lányom, igen, ez erről. Jaj, anyám is erről mesélt, mikor kicsi voltam. Kiemelnek egy szardarabot a Dunából. A virágzó oázis. Érted, mondom, amikor Schmidt Mária azt mondja, hogy a Németország, amit ismerünk, az már megszűnt létezni, akkor így arra gondolt, hogy mint a Mad Max-be, tudod, amikor így kimennek a sivatagba, tehát így elhagyod az országot, és így bazeg, így tudod, így megszűnt Németország, nem létezik egy sivatagba. Azt nem olyan szóval mondani, hogy akkor Schmidt Mária arra gondolt, hogy amúgy így izé a Third Reich, tehát hogy így amúgy, hát ez már nem a régi szép idők, mint ami volt annó, izé. Már nem is rejtegetik, ugye? Nem, tehát ez így... Nincs többre. Így straight up, igen. Na, az erős lett volna. És kicsit szólnak, és mit már ilyenek, hogy ezek arszalagot, ezt kicsit mit fordíts már el, hogy ne látszódjon. Háttérképet megcsörgetnek, bázd meg ott van az öreg. Lehet, hogy Schmidt Máriát is meg kéne hívni amúgy egy podcastba a Kanye Westet is elkíztek, mi annak a neve, várjál. Alex Jones. Alex Jones. Vagy ide. Amúgy nekem a Schmidt Mária az pont úgy tűnik, mint hogy ha ő lenne az az ember, aki véletlenül mindent kikotyogna. Kézzel bár el, mindent elmond a Fidesz hamisállásról. Itt lenne Schmidt Mária egy ilyen balenciágás símaszkban. Meg egy ilyen nagy kabátba, és így ugyanolyanokat magyarázna, mint így Kanye West-t, hogy I love the Batman, tudod, nem mondom kell. Én imádom a H betűs szót. Mindenkinek van valami értéke, amit hozzáadott a világhoz, kifejezetten a H betűs szó. Nagyon nevetnék amúgy. Valami hasonlóan tudom elképzelni amúgy, hogyha ilyen lenne. Elég vicces lenne amúgy. És szerintetek 70 évesen is még marad a Fidesz? A pár biztos. Fidesz marad? Jesus. Én szerintem... Fiatal Demokraták Szövetség lesz 70 éves vezetőjével? Én azon nagyon nevetnék. Ő lesz. Ödesz. Én az izén nevettem, vagy nem, azt hát évekkel ezelőtt gondolkozom, hogy nem is Fidesz lesz, hanem DESZ. Demokraták Szövetsége. DESZ. Aha, nagyon olyan, mint az SDS. Jó, de mit tudsz rá kitalálni? De amúgy biztos vagyok benne, hogyha így, ugyanígy haladunk, hogyha így ceteris paribus így nem változik semmi, akkor így ugyanúgy megnyerik. Én úgy éreztem, hogy 10 év alatt változott valami, és most visszanéztük a híreket, és nem. Nem mi történt? Eltűntek a nyomógombos Xperia telefonok, ennyi. Xperia telefonok. Mondjuk azok tök menők voltak. Ja, nincs Sony Ericsson már, ennyi történt. Meg Blueberry. Ennyi történt. De nézd meg, 10 évvel ezelőtt te küldted ezt a hírt. 10 évvel ezelőtt kínos videó parádézik a való világ sztárja. Ez lehetett volna a mai hír. Ez konkrétan. Igen, tehát hogy kontextus adjak amúgy a nézőknek, így gondolkoztam ezen, hogy így lehetne 10 évvel ezelőtti híreket, és hogy és úgy előadni, mint ahogy az Origo néha leadja a híreket, hogy így tudod, így kiírod úgy, mintha egy mai hír lenne, és csak a kontextusában így a híren belül magyarázni, hogy ja, ez 10 évvel ezelőtt volt. Igen. Mint amit például... Megtámadták az országot a németek. 70 évvel ezelőtt megtámadták az országot a németek ezen a nap. Igen, mert pont tehát, hogy a hallgatók, meg a nézőknek, mondjam, Origót olvasok néha ilyen, tudod, ilyen perverzitásból, és így az volt, a szalag cím az volt, hogy lelőttek egy repülőt Csehországban. Mondom, bazd meg, ezt nem ez hiszem igen, el. Ez így nem tud világháború. Ezt nem hiszem el. Megnyitom a cikket, lelőttek egy repülőt Csehországban 1942-ben, és ez valahol így az ötödik sorba volt be. Uram, Isten, és így mondom, bazd meg, mi ez a clickbait? Igen, ez a hogy lehet ilyet clickbait. Hogy lehet ez egy címlapsztori? És gondolom, hogy így ülnek tudod így egy ilyen tudod, elválasztókkal így az Origó irodában így az újságírók, és akkor így megy a Sanyi, eszi a szendvicset, és így, Robikám, mit csinálsz? És így, azok azt mondták, hogy nagyon gyorsan kell írnom egy cikket, hallod, úgyhogy így beírtam a Wikipédiába, aztán most erről a segépről írok, és így, mikor ez? Hát, 42, 43, nem tudom, és így, jó van. Jó lesz az, jó. A címbe bele ne írt, hogy mikor ég. Hú, ez nagyon nagy sztori, tesó, nagyon nagy sztori. Ez most olyan, mint hogyha az lenne a cikk, hogy
A H betűs ember lett a Times év embere. Ó, bazd, igen. Na, oh, konkrét, és hogy volt? Igen, 1936-ban. Tehát, hogy így, váó, hú, mintha ma lett volna. És az a, na most az a bajom még az Origóval, ugye, hogy ott ugye teljesen szerző nélküli megjelentetésben nyomják a cikkeket. Tehát nem írják oda, hogy ki a sen, ki évek óta nem tudod, hogy ki. És, már volt, és erre volt egy ilyen, volt per is az Origó ellen, és azóta sem jelentetik meg amúgy, hogy így, és azt mondta erre az Origó, hogy nem tudják megmondani, hogy ki írta ezeket a cikkeket. Most ezt webshop szinten csinálják? Én nem tudom, hogy hogy csinálják, de hogyha tényleg nem tudják megmondani, hogy ki melyik cikket írta, az biztos, hogy kúra nagy káosz lehet. Persze. Hát lehet, hogy csak ilyen, így tudod, ilyen önökérték szinten. Tehát, hogy küldenek neki e-maileket, azt, ami faszal, az berakják, érted, amúgy ilyen, mint egy suri újság. Ja, mondjuk az Origón lévő cikkeknek a háromnegyede, mondjuk azt tudjátok mennyi, ez egy Instagram megosztás, és a maximum egy mondat mellé. Igen, általában ezek az Origós cikkek, hogy így igen, kirakta a hatalmas mellét. Dollár baloldal, dollár baloldal, dollár baloldal. Kirakta csöcseit DJ Yamina. Igen, és így hatalmas melleit kirakta Voksán Virág. És rá szoktam kattintani, és nem is rakta ki. És nem rakta ki, és egy teljesen átlagos kép Instagramon maximum ilyen 2-3 ezer like alamúgy, tehát hogy nem kell beszarni a lájkok számát, csak azt akarom mondani. És van, hogy még egy mondat sincs a cikkbe írva, csak a szalagcím, meg egy Instagram megosztott. Apropó, tudjátok, hogy mi fog eltűnni szerintem 10 év múlva? Szóval a Facebook el fog tűnni 10 év múlva. Az biztos. Átalakul. Szóval nem, nem Facebook az, csak átalakul. A Facebook az olyasmi lesz szerintem, mint a személyigazolvány, hogy így, az ilyen jó kiismerősök vagyunk, akkor jelölj be Facebookon, és akkor az így van. Így jelzed azt, hogy ja igen, mi voltunk valaha ilyen kapcsolatban voltunk 4 másodpercig. Ja, igen. Érted. Ez érdekes egyébként. Pont most néztem, hogy az MSN az hogy tűnt el, néztem egy ilyen videót róla, és hogy ott is hogy nagyon populáris volt, aztán egyre faszább funkciókat adtak hozzá, és végül egyre értelmetlenebb gagyi funkciókat adtak hozzá, és tudod, így vesztette el teljesen így a relevanciáját. Szóval a Facebookkal is valami ilyesmi van, hogy így egy időben még így nagy fán dolog volt az, hogy tudod, a faladra kiírsz dolgokat. Mit senki tudom, nem ír már ki semmit. És most már igazából nincs plusz funkció már a Facebookon. A groups. Colin Ádám. De más sem. Csoportok amúgy egyébként. De hogy valahogy át kell majd valószínűleg migrálni valahova. Hát ha jön helyettesítő terméke, és akkor az lesz, érted, hogy jön a YouTube az jó. TikTok üzenőfal, lesz TikTokon esetleg izé, tudod. Ulam, hogy TikTok igazolvány egyébként izé. TikTok igazolvány. Igazolvány. Ja, mert jön majd valami hasonló helyettesítő termék, amit így egyszerűbb lesz használni, gyorsabb lesz, meg valami, és akkor úgyis lecseréljük arra. Ja, amúgy igen. Hogy mennyi idő telt el 10 év alatt? Hogy mit jelent ez a 10 év távlatban? Engem ott ütött meg. Mi volt szerintetek, erre most kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e 2013-ban az év szava? Sís. Szveg. Deb. Joló. Selfie. Oh, Jesus. De szerintem csak pár évre vagyunk a Jolótól. Nem? Tehát mondjuk... Hát szerintem az korábban volt sokkal. Tudod? Hát az ilyen 2010 körüli. Igen, meg a Joló előtt meg a Carpe Diem volt, ugye az is ilyen. Micsoda? Carpe Diem. Igen, az volt egy pár ezer évig, és azóta a Joló megölte. Azt mondta, hogy enyém a trón. Ilyen Joló. Igen, de tehát, hogy akkor azt mondja, hogy ilyen 2013 környékén jött be az előlapi kamera nagyjából valószínűleg. Amúgy ja. Valami ilyesmi volt. És volt a Let Me Take a Selfie című szám, és az nagyon nagyot ment. Meg mennyire utáltuk akkor a selfie kamerák, a selfie botokat, ugye az volt a, a trend, hogy selfie bot, hülye vagy. Igen. És őt azt szerintem az még egy pár évig el kellett, hogy teljen, hogy így a kínai, először csak a kínai turistáknál volt, és akkor nézted, hogy úgy... Isten, nem már. És akkor elkezdték utána árulni, mert ez ilyen... Minden árusnál volt selfie, ott ilyen emlékszem. Emlékezem, mikor fidget spinner volt minden árusnál? Oh, imád, a fidget spinner az nekem... Nem mondom, hogy hiányzik, nem mondom, hogy nem tudok nélküle élni. 2017. De hogy az úgy, az cool volt, ezen jókat röhögtem, meg úgy hiszem vicces volt. Még volt is fidget spinnerem szerintem. Poénból. És mi lesz 2033-nak a... Az év száma az a thrift shop volt amúgy. Aha. Thrift shop? Az 10 éve volt? Nice. Az mi durva, hogy 10 éve volt a Blurred Lines, és 10 éve volt a Wrecking Ball Miley Cyrus-tól, úgyhogy eltelt 10 év. Wrecking Ball az amúgy az nagyon wicked volt. Igen, nem végeztünk még középsuliba. Vagy éppen hogy. Nem, 14-ben végeztem. Még most se.
Visszaküldenének, ti most átmennétek amúgy középsulin szerintetek így tanulás nélkül? Érettség? Vagy az egészen? Aha. Az egészen biztos lenne olyan témazáró, amin megbuknék. De... Témazáró, bazzik. Témazáró. De mondjuk azért beraknának egy valami bioszra. Az nem menne? Azt szerintem azt nem tudnám azért fejből. Voltak azért egy viszonylag összetett dolgok, érted? Kémiát se tudnám. Valószínűleg nem, jó. De ez érettségi... Hát az se. Nagyon körülírja amúgy azt is, hogy mi a 2022 évszava. Mm. Azt kitaláljátok? Girl boss? Gaslighting? Gaslighting? Nem. Majdnem girl boss? Uh-huh. Woman. Ez lett 2022 évszava. Mert azt mondták, hogy így, ezt írták szó szerint, hogy so common but nonetheless inseparable from the story of 2022. Tehát ez nyálas. Igen, szerintem is nyálas az, hogy ezt rakták be, de ez a 2022, ez majd 10 év múlva visszajösszük, és emlékeztek arra a woke időszakra, amikor minden ilyen, már semmit nem lehetett mondani, már egy rendes gaslighting se lehetett az év szava. Amúgy igen, de hogy mondjuk szerintem 13 környékén ott ugyanez volt az ilyen beauty standardekkel. Tehát, hogy szerintem ott a fat shaming az hasonló kategóriában volt, mint most a trans shaming, nem tudom, létezik ilyen dolog? Trans shaming, nem hiszem. Amúgy, bocsánat, az előző az a dictionary.com évszava volt, viszont most az oxford.com, ami meg szoktam nyomni az évszavát. Yes, sir. Ezt viszont még egyet találhattok, egyik se volt ezek közül. Jó. De... Jó. Valami nagyon populáris. Lehet, hogy nekünk... Mi használtuk már, de ez bazd meg az Oxford oldalán látni ezt a szót. TikTok. Goblin mód. Mi van? Szerintem az emberek, akik az Oxfordnak az oldalát olvassák, nem tudják, hogy mi az a goblin mód, és szerintem az életükben nem használták. Mi a definíciója a goblin mód? Egy olyan fajta viselkedés, ami nem, tehát egy ilyen bocsánatkérés nélküli, így... lusta, hogy mondják, greedy, és visszautasít mindenfajta szociális normát vagy elvárást. Ez konkrétan ilyen goblin mód. Goblin, oké, okay, goblin mód. Yes. Példaszavak. My client was in a goblin mód. Példamondatok. Vagy használati nem tudom, és akkor in goblin mód. To go goblin mód. Példamondat, Jack just went goblin mód. Jack just went full goblin mód, értette? Swag. Yes. Nincsen Urban Dictionary is. Word of the year. Nincsen. De miért? Ja, mármint, hogy kihagyott zicser valószínűleg. Zicser, így van. Kár, pedig ez... Mint a Spotify wrapped-ek. Aki nem csinál wrapped-et ma már, mint az a... Az csíra. A Spotify kezdte, nem? Spotify kezdte. Valószínűleg, igen. Igen, én is ott láttam először. Mert évek óta nyomatják, jaj. Mekkora jó? Ami tök menő, hogy mindenki arról beszél abban az időben. Ja, lehetne jutni. Gondolkodtam ezen, hogy miért nem december végén adják ki amúgy ezeket a wrapdeket, hiszen még van egy hónap, amikor ezt kiadják, hogy az utolsó hónap, de rájöttem arra, hogy aha, azért, mert kezdődik az adventi időszak, és mindenkinek karácsonyi zenék lennének szinte az meg a izéjében. És ez már szerintem nem akarják beleszámolni a karácsonyi zenét. Vagy lehet, hogy a karácsony előtt kezdesz el amúgy erre egy reklámot fölhúzni, és karácsony előtt beszélnek erről a legtöbbet, yes. Akkor ajándéknak is többet vesznek. Szerintem is ez igen, hogy nagyobb lesz a vásárlási kedvés. Alapból többet költenek az emberek decemberbe, és hogyha december előtt trendingelsz mondjuk, amikor az emberek ajándékot vesznek, akkor így the big money. Nagy-nagy pénzek. Big Money, úgy hívják Ogligy-nek a menedzserét. Big tényleg. Money, spanom, mindig veletek lesz! Tényleg, így hívják Ogligy menedzserét, hogy Big Money. Aha. Benne van a izébe a... És ilyen műanyag dollár jeles nyakláncot mutatja, csáó. Benne van a High Rollersbe. Én meghozkáztatom, hogy... Big... A péntek berényben is benne van. Én meghozkáztatom, hogy Big Money-nak van valami részesedése a Peaches and Cream klubban. Ma elmentem a Peaches and Cream mellett, és ugye úgy van ki... Nem akarom promotálni a Peaches and Creamet egy pillanatra se, mert biztos? Egyszer próbáltam bejutni a Peaches and Creamet, és nem sikerült, mert tényleg? 17 voltam, és viszont egy haveromnak, aki már elmúlt akkor 18, az ő diákigazolványával próbáltam. Egyetem alatt se jöttél egyszer se velünk? Nem, nem, nem. De engem, tehát egy
nem, hogy is olyan. Tehát, hogy ilyen komplexusaim alakultak ki. Na, szóval, hogy a haveromnak a diákja volt nálam, és akkor így mentünk, így engedik be a srácokat, tudom, minden jó, én álltam hátul, és akkor így odaadom a diák igazolványt, és így nézem, hogy a csávos így eldobta a diák igazolványt. Tehát, hogy mint egy ilyen shurikent így. Kiadod egy diák igazolványt amúgy. Néztem így rá, hogy így váltja, ez 17 éves hülye gyerek vagyok, mert paszakodjál már, érted, így mennyi hazaztam. Vert ki. De azok, miért, de mi van a picsizem? Mi van Big Money-val? A picsiznek a fala kívülről, az ugye le van fóliázva ilyen képekkel emberekről, akik ott voltak. És hogy... Big Money 8-szor ott van. És hogy van két tulaja a picsiznek, mind a ketten ilyen komikusan Jersey sor utánzata emberek. De ezt nem, bocsánat, az egyik az úgy néz ki, mint Ogly G, a másik meg úgy néz ki, mint Pauly D a Jersey sorból. És hogy én most ezt így azt mondanám, hogy egy kis összeget tennék rá, hogy a rapper alkatú csávó az a Big Money. De ebben nem vagyok biztos. Nagy pénz. Pedig a Big-en amúgy elég sokszor mentünk a Pichisbe. Ez egy BGS hely volt, amúgy egy csomószor volt BGS buli, oda szervezett, egyszer nem mentél. Jesus Christ, nem. Ezért nem jártam BGS rendezvényekre, mert ilyen helyeken voltam. Ilyen jó helyek. Egyszer voltam a Casino nevű helyen. Én sem voltam a Pichisbe, most így gondolkodom. Hát, srácok, nagyon sok mindent kihagytatok. Hát, figyelj, még 30 előtt el lehet menni. Így kezdtük, ez volt a nyitó gondol. Ó, oda 30 felett is el lehet menni. Azonnak pont az a lényege, hogy a Mori 2 meg a Peaches, azoknak az a lényege, hogy oda 30 alá, ha bemész, akkor oda azért mész, hogy az idősebb nők, idősebb férfiak legyél felkészülve, hogy megpróbálnak felszállni. Azt, én ezt a Morizonsról tudtam. Fixen a Peaches. Remix. Ott már 40-50-es is felszedhetsz. Igen. Ezek amúgy tök jó helyek, amúgy nem tudom, hogy mi a... Következő adásban beszélhetünk a... Szórakozó helyekről. Budapest mocskos szórakozó helyeiről, hol jártunk, hát, hogy milyen élmények voltak. Volt pár traumatikus élmény. Tényleg? Mi volt a legtraumatikusabb, csak egy előjáróban? Melyik helyen volt? Azt nem kell, hogy mi. A Yellow-ban volt a legtraumatikusabb talán, de hát... Ez nem is tudom, hogy mi lehet, hogy ez izgi. Úgyhogy majd erről mesélek. Biztos, hogy tudjátok. És igazából 2023, nagy év előtt állunk. Persze. Van igazából a záró gondolatom semmi mély sem, úgyhogy csak annyi, hogy köszi, hogy itt voltatok. Oh, yeah. Ahogy megígértem, felolvasom a patronjaink nevét. Juhú! Úgyhogy az előző részben az egyik nevet rosszul olvastam, és ezért kinevettek, úgyhogy... Kik nevettek ki a komment szekcióban az emberek? Nem, az, akinek rosszul olvastam a nevét. Aztán, hogy mi? Meg is érdemled amúgy. De igazából... Jó, fel lehet olvasni helyettem is. Emlékszem, hogy Lili Linda bazd meg. Na jó. Szóval, Szalai Bordás Ádám, Kraft M, Péter Zahola, Péter Baranyi, Leonicio Almeida, Kont Gyenei, Bence Együtt, José Majoria, ez volt az. Wow, ez is egy jó Bugovics néven. Bence, Richard Kovács, Attila Szendrei, Brigitta Nagy, Godó Kai, Void Lurker, és lehet, hogy te? Remélem, igen. Iratkozzatok fel a Patreonunkra, van rajta extra tartalom, van már egy plusz 50 perces rész, és még kerülnek fel plusz részek, lehet, hogy ebből a részből is kerül oda fel egy kis snippet, amit máshol nem lehet megtalálni, ki tudja. Egy kös. Lehet, hogy... így megy a contentbe, ez meg, mint a szólt vél világban. Jó neveik vannak a patronjainknak egyébként. Volt egy kond, mint ond és kond. Kont. A kond is menő lett, de menő nevek voltak, én úgy éreztem. Igen, a menő emberek feliratkoznak a Patreonunkra. Ez így igazából belép, ez a menő pesz. Menő pesz. Ilyet megtehetik, akkor srácok, nincs pina? Semmi baj, iratkozzatok fel a Patreonunkra, és mondjátok, hogy ti GRDG patronok vagytok. Instant punci. Instant pina. Bevált trükk, 100%-os garanciát vállalunk rá. Tiszta Andrew Tate vagy be. Ilyeneket én azért nem mondanék el. Krisz az új Andrew Tate? Ez amúgy lehet. Top G. Top G. Csak szénsavmentes ásványvíz. Nekem nem mondhatják meg a gazdagok, hogy hogyan legyek gazdag. Nice. Tudom, hogy ezt ki akarok. Na.
Nem tudom, mit csinál Andrewt, én nem nézi több dolgot, így üvöltözik a gyerekről, nem, hogy... Ne hozzuk fel, én András voltam, api. Kiestem a karakterbe. Én Pisti. Fújj, bazd meg. Isten, bazd meg. Sziasztok. Én meg Krisz.